Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Most keltem fel, Svájcban vagyok, szokás szerint mostanában, és ma reggel egy ilyet fogok enni, tudjátok, hogy ez mi? Ezt úgy hívják franciául, hogy grenadille. 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 Ez egy nagyon-nagyon finom gyümölcs, és Ecuadorból jön. Ezt nem tudom, hogy jól mondom-e magyarul, de mindegy, azt hiszem, hogy annyira nem vészes a dolog. Szóval, ketté vágom. Donc, je coupe la grenadille en deux. Ketté vágom a grenadillet, mert hogy ezt nem tudom, hogy kell mondani magyarul. Je coupe, én vágom, la grenadille, a grenadillet, en deux. Ketté. Kettő felébe. Hát nagyon nem jön kettőbe, mert nem vágtam pontosan jól el. És belül így néz ki. Tudom, hogy sokan azt fogják mondani, hogy ó, ez, várjál, hogy hívják azt a másik ízét? Passion fruit, fruit de la passion franciául. Nem tudom már, hogy mondják magyarul, mindegy. De ez nem az. Szóval tök mindegy. Úgy néz ki, de nem az. Ez nagyon-nagyon édes. Egy nagyon édes gyümölcs. Nem olyan... Ó, francba, korán reggel van. Acid. Az hogy kell mondani magyarul? Acid. Amikor ilyen, mint a citrom. Tudjátok, biztos tudjátok, mindegy, ha nem jön be a magyar szó. Szóval, nagyon finom a grenadille. És hát jó reggelt mindenkinek. Bonjour à tous et à toutes, ha nőknek is akarom mondani. Vagyis franciául azt is lehet mondani, hogy csak az, hogy bonjour à tous, mivel hogy franciául a nőnemű szavak, ha együtt vannak a férfi nemű szavakkal, most tényleg tudom, hogy nagyon rosszul beszélek magyarul, de mindegy. Hát, ha együtt vannak, akkor a férfi nemű szavak szóval ők nyernek, és úgy kell beszélni, mintha csak férfiaknak beszélne az ember. Most ezt nem tudom, hogy kell máshogy mondani. Ja, mert hogy nem, még nem nagyon mondtam, mert nagyon sokan kérdezitek, hogy milyen volt az életem, meg mit tudom én. Majd lehet, hogy egyszer csinálok olyan videókat, hogy milyen volt az életem. Vagy lehet, hogy nem. Még nem tudom. Meg kell, hogy gondoljam. De azt kell, hogy tudjátok, hogy a szüleim akkor mentek el Magyarországról, amikor én 6 éves voltam. Szóval én úgy beszélek, mint egy 6 éves gyerek, aki 6 éves koráig Magyarországon élt, és utána már nem. Szóval azután már csak a szüleim beszéltek velem magyarul, meg hát később, amikor visszamehettünk Magyarországra, akkor a nagyszülők, meg mit tudom én, de csak nyaralás közben. De különben csak franciául beszéltem. Szóval azért beszélek így magyarul, mert tudom, hogy nagyon sokan, vagyis a barátaim Magyarországon mindig mondják, hogy töröd a magyart. Jó, oké. Nem baj, te meg nem beszéled a franciát. Ha-ha. Na, szóval próbálok egy kicsit így-úgy videókat csinálni, de ahogy látjátok, nagyon el vagyok foglalva. Egy, hogy Franciaországban belül elköltöztem Mougins-be, hogy már valahol felraktam Facebookra, vagy mit tudom én hova. És hát ezzel a munkával, amit csinálok most március óta, nem nagyon szeretem, nem mondom, de pénz kell, tudod. Hát egyfajtában Svájcban vagyok, meg Franciaországban, mert hát Monakóban dolgozom. És hát igen,
Nem nagyon érek rá. Most így reggelire ráérek videózni, de hát ilyenkor meg olyan izé a fejem, hogy alig tudok pár mondatot így összerakni. Különben, ha akarjátok tudni, hogy hogy csinálom a magyar leckék, vagyis a magyar, a francia leckéket, úgy csinálom, hogy hát vannak olyan szavak, amiket megnézek interneten, hogy húha, ez hogy kell mondani, gyorsan leírom, és akkor úgy tanítok titeket, hogy ezeket a szavakat én is ugyanúgy tanulom magyarul, mint ahogy én tanítom nektek franciául. Szóval elég vicces, de mondjuk én is tanulok belőle, szóval ez van. És azért is van úgy, hogy amikor így csinálok videókat, hogy na, gondolom, hogy oké, na, csak csinálok gyorsan egy videót, akkor nagyon sokszor nem is tudom, hogy kell mondani a dolgokat magyarul. Ez van. Szóval, ce fruit est très bon, ez a gyümölcs nagyon finom. Ce fruit, ez a gyümölcs, ce fruit est très bon. Ez nagyon finom. Je le recommande. Javasolom. Je le recommande. Je le recommande. Javasolom. Próbáljátok ki. Essayez-le. Vagyis, ha gyümölcsről beszélünk, vagy valamiről beszélünk, amit úgy kell próbálni, hogy megkóstolni, akkor nem azt mondjuk, hogy próbáljátok ki, hanem inkább az, hogy kóstoljátok meg. Ugye? Magyarul is. Szóval, goûtez-le. 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 Ezek a mondatok, meg ilyenek, ezek, tudom, hogy most ilyen reggeli izéra elég érdekesen jönnek, de ez a je le recommande, szóval javasolom, ez nyilvánvalóan mindenre lehet használni, nem csak a reggeli gyümölcsre, hanem bizniszbe is, meg minden. Javasolom, hogy mit tudom én, felhívja azt a valakit. Je recommande que vous appeliez monsieur machin. Monsieur machin, igen. Monsieur machin. Machin az azt jelenti, hogy izé, és monsieur az a, hát monsieur, tudod, monsieur, madame, madame, monsieur. Szóval monsieur izé az a úr izé. Hát igen, monsieur machin. Szóval javasolom, hogy felhívja a úr izét. Je recommande que vous appeliez monsieur machin. Nyilván nem úgy hívják, hogy izé, de mindegy. Je recommande, je recommande, szóval javasolom, még egyszer, que vous appeliez, hogy felhívja, que vous appeliez, que vous appeliez, que vous appeliez, que vous appeliez, az S miatt mondjuk úgy, hogy S miatt mondjuk úgy, hogy z appeliez, de appeliez. Szóval, je recommande que vous appeliez. Monsieur, és akkor utána a neve jön, persze, annak az úrnak, nem, a, biztos, hogy nem úgy hívják, hogy úr izé. Mindegy. Teljesen izé vagyok, én is most ma reggel. És ezen kívül jól vagytok? Mert hát én így úgy, itt vagyok egyedül, jön a karácsony, nincs se karácsonyfa, se semmi a lakásomba, nem is lesz, mert hogy nem vagyok otthon, és egyedül leszek karácsonyra is, meg mit tudom én. Szóval remélem, hogy a ti karácsonyotok azért vidámabb lesz, mert hogy én itt nem ismerek nagyon senkit. Vagyis vannak barátaim, magyar barátaim Zürichbe, de az innen 3 óra vonat. Mondjuk azért lehet, hogy elmegyek, mert nagyon-nagyon kedvesen meghívtak. Ezek ilyen, különben ilyen a szüleimnek voltak barátai, gyerekkori barátok. És hát van egy lányuk, aki körülbelül 10 évvel, na, lehet, hogy nem 10 évvel, mondjuk csak 5 évvel idősebb, mint én. És hát még beszélünk. Szóval, szia, ha nézel, mindenhova csöpögtetem.
És nem sokára el kell mennem dolgozni, szóval most már tényleg enni fogok meg minden, hogy mehessek dolgozni. Szóval bientôt je pars travailler, nem sokára elmegyek dolgozni, bientôt, nem sokára, bientôt, je pars, elmegyek, je pars travailler, dolgozni, bientôt je pars travailler, szóval sziasztok, és majd találkozunk legközelebb is, lehet, hogy egy reggelire, vagy mit tudom én, akármi. Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ciao!